mennyire alakít ki, milyen ütemben, milyen módon fejlődik a tűz. Elég lehet akár egy szikra, és néhány pillanat alatt hatalmas tragédia is bekövetkezhet. A Fejérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és az önkéntes tűzoltó egyesület az év ezen időszakában mindig fontos üzenetre hívja fel a lakosság figyelmét. Karácsonykor ugyanis megnő a lakástüzek száma, ennek két fő oka is van az ünnepi időszakban. A legtöbb lakástűz karácsonykor a figyelmetlenség és az égve felejtett gyertyák miatt a konyhai sürgésforgás, sütésfőzés közben keletkezik. A lámpafüzérek elektromos meghibásodása, a csillagszórók használata is tüzet okozhat. A fenyők a meleg szobákban napról napra szárazabbak, és emiatt egyre gyúlékonyabbak. Fontos, hogy se az igazi, se a műfenyőt ne díszítjük gyertyákkal, csillagszórókkal. Karácsonyfa díszítésnél az alábbiakra figyeljünk oda. A fenyőt a fűtőeszközöktől legalább másfél méterre, és a függönytől, könyvespolcoktól még távolabb, stabilan kiékelve állítsuk fel úgy, hogy ne tudjon eldőlni. De az ünnepi díszítésekre vonatkozó íratlan szabályok sora ezzel még nem ér véget. Éjszakára, vagy ha elmegyünk otthonról, fontos, hogy kihúzzuk a lámpafűzéreket és a többi elektromos dekorációt, de a gyertyákat se felejtsük el elfújni. Ha mégis tűz keletkezik, akkor a következőket tehetjük. Ha még kisebb lángolást, füstöt tapasztalunk, a testi épségünk veszélyeztetése nélkül megpróbálkozhatunk a tűz oltásával. Ha a karácsonyfa gyulladt ki, húzzuk ki a konnektorból a lámpafüzért. Abban az esetben, ha az égő karácsonyfa közvetlen közelében nincsenek bútorok, borítsuk el a fenyőt és dobjunk rá egy vagy két szétnyitott pokrócot. A plédekkel hatékonyan léphetünk közbe, azokkal ugyanis elfojtjuk a tüzet, és megakadályozzuk, hogy a lángok a berendezési tárgyakra átterjedjenek. A helyettes szóvivő azt is hozzátette, hasznos lehet, ha tartunk otthonunkban poroltót és füstérzékelő készüléket. Baj esetén pedig hívjuk a 112-es segélyhívó számot.